Pánti Ildikó, Anna képviselő asszony az ünnepi önkormányzati ülésen Karcagváros díszpolgára címet vehette át. Ehhez gratulálunk a Karcag Televízió nevében, és képviselő asszony munkája hosszú évtizedekre nyúlik vissza, hiszen pedagógusként, iskolaigazgatóként és hosszú évtizedekig önkormányzati képviselőként tevékenykedett itt a városban. Mi ad erőt ehhez a kitartáshoz, és ehhez a folyamatos munkához? Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm előjáróimnak, hogy egy díjban részesültem, és részesülhettem. Ahogy mondtam is a díj átvételekor, hogy csak azt tettem, amit az elmúlt évek, évtizedek alatt tennem kellett, hiszen az életem a városhoz kötődik. Kezdetben úgy, mint pedagógus, egy iskolához, szeretett György István iskolához kötött a pedagógus pályám, kedves kollégáimhoz és magához, ahhoz a sok-sok emlékezetes, kedves diákhoz, akiket taníthattam, és akik mindenkor elfogadták a segítséget. Hogy az erőt mi adja, hiszen egy más területen lettem, ahogy a nyugdíjas éveim eljöttek, egy választókerület képviselője lehettem 5 cikluson át, amely gyakorlatilag az iskola körzetét foglalta magába, tehát az ott élő embereket nagyon jól ismertem szülőként, később nagyszülőként, és ez a közösség is nagyon kedvesen, szeretettel befogadott segítőimmel együtt, és megtaláltam a feladatot a mindennapokban, hogy hogyan miként lehet az embereken, a családokon, időseken, fiatalokon, ki milyen területről igényelte a segítséget. A segítség, ez nagyon fontos, mert mint ahogy mondtam is, hogy csak azt tettem, amit tennem kellett. Mindenkinek a helyzete sajátosan egyedi, de próbáltam mindig észrevenni, hogy milyen gondok vannak, hol vannak a gondok, mert ahány család annyi féle örömmel gondol, de problémával is küzd. Próbáltam tenni, természetesen a körzet lakóival együtt azokon a területeket is, amelyek a körzetben fejlesztésre, felújításra kerülhettek. Minden évben mindig tudtunk valamit megragadni az alkalmat, hogy felújítsuk, és ennek az emberek örültek. A mindenkori polgármestereim, képviselőtársaim, képviselőtestület, hivatal maximális segítséggel. Soha nem tudtam olyat kérni, amiben nem kaphattam volna segítséget, és ezt külön köszönöm. És annak a sok-sok kedves embernek, aki a körzetben él, a városban él, akik elfogadtak és segítették a munkámat, és ezt köszönöm itt is. És bizakodom benne, hogy továbbiakban is a városban együttműködéssel, tenni akarással, problémák megoldásával, mert problémák, gondok mindig lesznek, mint ahogy voltak is. De mi itt vagyunk, és próbáljuk azokat közösen megoldani, mert mindig van rá lehetőség, ha a szándék megvan, és azok az emberi kapcsolatok és a segítségnyújtás. Kedves képviselőasszony, kedves Ildikó néni, én kívánok nagyon jó egészséget, és azt is kívánom, hogy még sokáig legyen itt velünk a városban, találkozzunk, tudjunk jókat beszélgetni, és tudjon még sok-sok embernek segíteni, jó szóval, együtt gondolkodással. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek még egyszer. Azt a támogatást, amelyet kaphattam évtizedek során, és köszönöm előjáróimnak ezt a megtisztelő díjat. Köszönöm.